aláírták, megkezdődhet a művelődési ház korszerűsítése. Téli Mátra teljesítménydúra, több mint 3000-en neveztek. Disznótor csapatépítőt tartott Gyöngyösváros barátainak köre. Ismét hétfő, ismét aktuális, jó estét kívánok! Hamarosan megkezdődhet a Mátra Művelődési Központ energetikai korszerűsítése. Ma aláírták az erről szóló szerződést a kivitelezővel. A több mint 300 millió forintos beruházás három főelemből áll. A legfontosabb része a külső hőszigetelés, a homlokzat megújulása lesz. Három fő részből áll a Mátra Művelődési Központ energetikai felújítása, az egyik az épület külső hőszigetelése, a homlokzat megújulása, másik a nagyterem szellőző rendszerének felújítása. Ez a felújítás, ez igazából a széksorok alatt fog zajlani, tehát ott egy korszerűtlen, már régóta nem használt rendszer lesz újra cserélve, és egyúttal a szellőzéssel az épület klimatizálását is meg fogjuk oldani, korszerű hőszivattyús berendezések kerülnek a tetőre elhelyezésre. A harmadik része a felújításnak az pedig napelemek elhelyezése a tetőfelületen, ami az elektromos energia számlát fogja majd csökkenteni. Az energetikai pályázat bruttó értéke 230 millió forint, melyet a területi operatív programban nyertek el. Ehhez azonban a képviselőtestületnek jelentős önerőt, több mint 70 millió forintot kellett hozzátenni az időközben bekövetkezett áremelkedések miatt. A több mint 3900 négyzetméter alapterületű létesítményt 1978-ban adták át, és azóta a vizes blokkok és egy-két öltöző felújításán kívül nagyobb volumenű felújítás nem történt. Nagyon ráfért a házra, és szerencsésen alakult, mert egy másik kulturális pályázatból pedig, mint főprojektbe 135 millió forintot költünk a házra. Többek között itt a kamaraterem, aula, újra visszakerül ez az elválasztófal. Nem kézzel húzogatható, hanem valamilyen gépészet, motoros, könnyű, de egybe hangszigetelt falazatot szeretnénk, és akkor újra lehet önálló teremként, próbateremként kisebb kamara előadásokra használni. Ábri Zoltán ügyvezető a sajtótájékoztató alkalmával kifejtette, már megkezdődtek az egyeztetések a kivitelezővel, és a több hónapon át tartó felújítás alatt azt szeretnék, ha a ház ez idő alatt is zavartalanul működne. 42 csoport működik a házban, és napi szinten jelen vannak, főleg a délutáni órákban, de esetenként délelőtt is, és hát az ő életüket meg kell szerveznünk, hogy párhuzamosan tudjon folyni az energetikai felújítás, és hát ők is zavartalanul tudjanak működni. Lehet, hogy esetenként majd ez a ház falain kívül, tehát más befogadó intézményeknél tudjuk őket elhelyezni. Ezzel kapcsolatosan már vannak előtárgyalásaink, hogy ezt megoldjuk számukra. Jövő héten átadják a munkaterületet, és ahogy az idő engedi, szakaszosan elkezdődhetnek a felújítási munkálatok. Új közösségi térrel és fejlesztő szobával bővült a Detki általános iskola. A 60-i tankerületi központ pályázott és nyert 34 millió forintot infrastrukturális fejlesztésre, melynek köszönhetően beépítették az épület tetőterét, kicserélték a nyílászárókat és kiépítették a tűzjelzőrendszert is. A köznevelési intézmények ma is a települések kulturális és szellemi központjai, ezért kiemelten fontos az iskolai környezet fejlesztése, mondta a projekt zárón az intézmény vezetője. A 60-i tankerületi központ több mint 34 millió forintot nyert a Detki iskola tetőterének beépítésére, a főépület nyílászáróinak cseréjére és a tűzjelzőrendszer kiépítésére. Energetikai szempontból a főépület összes nyílászárója kicserélődött, remélhetőleg, hogy ez jelentős energiamegtakarítást fog jelenteni. Végre sikerült a tetőtérben egy ilyen közösségi teret kialakítani. A tetőtérben kialakított közösségi tér nagyon sok iskolai rendezvénynek adhat majd otthont, tette hozzá az intézményvezető. Az iskolánknak régóta nem volt ilyen hatalmas közösségi tere, ahol a gyerekek megmutathatják egymásnak, hogy miben kiválóak, miben ügyesek. Remélem, hogy nagyon sok tehetséges gyerek mutathatja majd itt meg tudását az iskola közösségének, hiszen nagyon ügyes mesemondó versenyeken, énekversenyeken szereplő diákjaink vannak.
A beruházás közel 41 millió forintból valósult meg, melyhez a tankerület több mint 6 millió forint önerőt biztosított. Az infrastrukturális feltételek javítása hozzájárul ahhoz, hogy a diákok jól érezzék magukat az iskolában, ezért minden alkalmat megragadnak, hogy a felújítások, ha apránként is, de megtörténjenek az iskolákban, mondta a projektzárón Horváth Márta, a 60-i tankerület igazgatója. A 60-i tankerületi központ 3 járás területén tartja fenn és működteti a köznevelési intézményeket. Pétervásárlói járás, Gyöngyösi járás és 60 járás területén. Az oktató és nevelő munka színvonalát is emelhetik az infrastrukturális fejlesztések. Az idén is több mint 3000-en neveztek a téli Mátra teljesítménytúrára, melyet a Hanák Kolos Turista Egyesület szervezett. A nagy népszerűségnek örvendő, az egész Mátra területét behálózó téli túrán 4 távon indulhattak a jelentkezők. Szombaton reggel 8 órakor sokan már elindultak, többen pedig még a regisztrációs pultnál állva várják, hogy nekivághassanak az általuk választott távnak. Az esemény lehetőséget biztosít azoknak, akik szeretnek télen sportszerűen túrázni a hegyekben, illetve az is célja, hogy a Mátrát járó turisták útközben megfigyelhessék a hegység természeti kincseit és gyönyörködhessenek bennük. A programon évek óta 3600 vagy a fölötti a jelentkezők száma, ami idén sem változott, sőt többen is szerettek volna részt venni, de a jelentkezést korlátozták annak érdekében, hogy Mátrafüred ezen a délelőttön is élhető maradjon, tudtuk meg a főszervezőtől. A jelentkezők különböző hosszúságú távok közül választhattak. A leghosszabb táv, az XL táv, amelyik 41 kilométeres, az érinti a Gajatömbjét és a Kékestömbjét is. 10,5 óra szintidő alatt kell viszonylag sok szintemelkedővel ezt lenyomni. Az L-es táv az 34 kilométer, és az a Gajatömbjére megy föl, de itt is még 9 órát keményen nyomni kell. A két rövidebbik táv, az M-es a legnépszerűbb. Oda már családok is gyakran elmennek. Az M-es távot 25 kilométert, míg az S-es távon 20 kilométert kell teljesíteni, olykor embert próbáló téri körülmények között. Az időjárás kedvezett mind a szervezőknek, mind pedig a résztvevőknek, hiszen a hó nem olvadt, de még így is szembe kellett nézniük a turistáknak a frissen esett hó alatt húzódó jég veszélyeivel. Balogh Mihály Salgótarjánból érkezett a teljesítménytúrára. Elmondása szerint 10 éve túrázik, és most azért jött, hogy felmérje, mennyit fejlődött az előző óta. Én 10 éve csinálom, és mindig 10 éve le tudom csekkolni, hogy mennyit tudok. És még szerintem most is meg fogom csinálni, úgyhogy ezért meg azért, mert jó a természet, meg én természetjáró vagyok. Barátok és családok is előszeretettel vettek részt a teljesítménytúrán. Bakos Gáborné fiával Botondal indult útnak egy rövid túrára. Természetben mindenféleképp jó egy kicsit a kikapcsolódás, szabad levegőn. Az esemény lebonyolításában az erdészeti szakközépiskola diákjaihoz hasonlóan nagyon sokan segítettek. A főszervező Hanák Kolos Turista Egyesület tagjai remélik, hogy a teljesítménytúra a jövőben is hasonló népszerűségnek fog örvendeni. Disznóvágással egybekötött találkozót szervezett Gyöngyösváros barátainak köre. A hagyományokhoz hűen az évindító programon idén is sok régi jó baráttal találkozhattak a tagok. Gyöngyösváros baráti körének tagjai az idén is közösen nyitották az új évet, melynek alkalmából most is disznótorral készültek. Az esemény elsődleges célja a csapatépítés volt, hogy a baráti kör tagjai együtt lehessenek és közösen vitathassák meg a velük történt eseményeket. Gyöngyösváros baráti körének a kapcsolata egyre bővül, egyre terjed, egyre szélesedik. A Szarvasváros barátainak körével már évtizedesre, több mint egy évtizedre visszanyúló kapcsolatunk van. Köszöntöttük őket is. A vendéglista igen hosszú, mind olyanok jöttek el, akikkel nagyon régi baráti viszonyt ápolnak, tette hozzá az elnök, ilyenek például a Magyar Olimpia Akadémia tagjai is. A baráti kört szoros barátság fűzi Szarvasváros barátainak köréhez, akik jó része tiszteletét tette a rendezvényen. Szerencsére mindenki fogékony erre, élvezik a programokat az emberek, 350 tagunk van, tehát én azt gondolom, hogy Szarvasvárosának egy igen meghatározó szeletét tudjuk nyújtani. A tagok úgy érzik, ilyenkor tudnak igazán felszabadulni, hiszen félretezik a szürke hétköznapokat, a sok feladatot, és csak egymásra koncentrálnak, mondják.
nagyon jól érezzük magunkat. Ilyenkor felszabadultan tudunk együtt lenni, énekelni este, a vacsora után. Ilyenkor tudunk kötetlenül beszélgetni, és hát én szerintem ez a baráti kör valahol még a szeretetről is szól. A rendezvényen már körvonalazódtak az idei év terve is, melyek közt szerepelnek a múzeumi zenés délutánok, amit a Zenéről tudni kell című kulturális programjukat is folytatni fogják, illetve az opera gála sem marad el, tudtuk meg Balázs Ernőtől. 8. alkalommal rendeztek hófesztivált Mátra Szent Istvánban. A hó és a téli sportok ünnepén ismét színes programokkal, koncertekkel és látványos pirotechnikai elemekkel tarkított showműsorral várták a tél szerelmeseit. Több mint 5000 ember látogatott el hétvégén Mátra Szent Istvánba, ahol ismét megrendezték a hófesztivált. A hó ünnepén nem csak a téli sportok szerelmesei érezhették jól magukat, hanem azok is, akik a fesztivál hangulat kedvéért látogattak el a Mátrába, a Szent Istváni síparkba. Nagyon sok programot szerveztünk, például már volt egy ingyenes síoktató napunk, amikor 4 kurzusban több mint 200 embert megtanítottunk itt síelni. Ezen kívül nagyon sok zenei program van, pénteken a Beatrice zenélt, szombaton Lotfi Begi Tóth Gabival, és Felméri Péter is egy stand-up humort lenyomott itt a hütteteraszon. Tóth Gabi és Lotfi Begi nem akármilyen koncerttel lépett fel a fesztiválon, hiszen a két zenész egy újfajta, közös produkcióval rukkolt elő. A kedvenc elektronikus dalaimat, tehát itt a David Guettától, az Avicii-n át, a Rihanna-n keresztül mindent, illetve hát saját dalaimat is nyomjuk, és a Takács Vilkó, aki a Gangsta Zoli és a Carter gitárosa, ő pedig kiegészíti ezt az egész elektronikus hangzást egy ilyen jó rockos hangzással, úgyhogy nagyon érdekes fúzió. Ettől van egy élő hangulata is, de közben meg elektronikus zenei élményt kapnak az emberek. A fesztivál idén is rengeteg embert vonzott, akik nagyszerűen érezték magukat a hó ünnepén. Szerintem megéri eljönni, tök jó szórakozás. Kis forró bor, minden, kicsit hideg van, de egyébként tök jó. Elmondhatatlan, óriási a fejlődés. A rendezők elmondták, a hófesztivált jövőre is megrendezik, mert elsődleges céljuk, hogy a téli sportok szerelmesei itthon síjeljenek, hazai sípályákat válasszanak. A Gyöngyösi Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség szervezésében kiírt téli kupa küzdelem sorozata befejeződött. A 24 csapat közül a döntőben a Takács Transz és a Vamav Metkon csapatai mérkőztek az első helyért. A narancssárgamezes Vamavos fiúk már az első félidőben eldöntötték a 2019 évi kupa sorsát. Mindenki nyerni jön, bár nem vagyok elégedetlen, 2-1-5 évben a döntőbe jutottunk, nagyon kemény fejküzdelmek voltak idén is. Tavaly talán közelebb álltunk a győzelem, ez jobb csapatuk volt, mint idén. Itt a sivésen nagyon befolyásolták a torna végkielmétét, gondolok az Ács Ádámra, gondolok kapusposztra, de ez egy játék. A Vamav Metkon ezen az estén a győzelem mellett a torna legjobbjainak járó 3 külön díjat is bezsebelte. Úgy gondolom azért a csapat egyénem megmutatta magát egyénileg is, meg hogy csapatilag is összeszedtük magukat, és pont ez a tavalyi év, ami miatt nem jött össze, ezt kicsit komolyabban is vettük, mert azért sok győzelem után azért kicsit úgy langyosabbá is válik így a brigád, aztán így gondolom, hogy most ez is lehetett egy kicsit a tavalyi ugye, második hely. Arra azért talán nem lehetett számítani, de ez is a csapat egységet, vagy azt, hogy mennyire vettétek komolyan mutatta, hogy minden külön díjat elvittetek. Hát most kicsit nagyképpen hangozna, hogyha azt mondanám, hogy most már végre normálisan döntöttek, most oda merték adni a csapatból, ami tényleg kiemelkedő játékosoknak, de tényleg ez a csapat érdeme, tehát nem menne ez így egymás nélkül, hogyha ez tényleg nem tenné mindenki oda magát. A finálét 5-1 arányban nyerő Vamav Metkon a győztes serleg mellett Molnár Tamás révén a legjobb kapus, Gergely Péter a legjobb mezőnyjátékos és Kis István a gólkirályi címet is elnyerte ezen az estén. A torna bronzérmes csapata az épületüzemeltetéstechnika.com csapata lett, megelőzve a HB együttesét. Rekordösszegű adóvisszatérítést kaphatnak idén azok, akik nyugdíjcélra takarékoskodtak. Hamarosan minden önkéntes nyugdíjpénztári tag kézhez kapja a tavalyi befizetéseiről szóló adóigazolást. Emellett a cégek is odaadják a munkavállalók adóigazolását. Érdemes sietni a kitöltéssel, hogy minél korábban megkapja mindenki a visszajáró adókedvezményt. A pénztártagoknál ez az adóévben teljesített egyéni befizetéseik után 20%, maximum 150 000 forint lehet.
A nyugdíjbiztosítást kötők szintén 20%-ot, legfeljebb 130 ezer forintot kaphatnak vissza. Újra tiltakozó akcióra készülnek a közfinanszírozott ellátásban dolgozó fogorvosok, mert a kormány nem tartotta be az ígéretét, írja a Népszava. Az akció oka, hogy a kormány továbbra sem hajlandó felszámolni az alapellátó fogászatok és a házi orvosi praxisok közötti finanszírozási különbségeket. Noha a fogorvosoknak jóval többet kell költeni a kezelésekhez szükséges eszközeikre, mégiscsak a házi orvosok ellátmányának töredékét kapják az államtól. Az aktuális végén pedig híreink még egyszer röviden. Aláírták, megkezdődhet a művelődési ház korszerűsítése. Téli Mátra teljesítménytúra, több mint 3000-en neveztek. Disznótor, csapatépítők tartott Gyöngyösváros barátainak köre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!